gratulálunk, és akikért szurkolunk majd májusban, nagyon is olyan, a Compact Disco. Az egy kérdés, hogy mit nevezünk populárisnak. Ez a zenekar, ez kifolyik az MR2 rádió, az MR2 karolta fel őket legelőször. Igazából itt az ideje annak, hogy az undergroundnak nevezett műfajról felismerjük, hogy ez pop, ez mainstream pop. Van jó pop is, meg rossz pop, és szerintem ez jó pop zene. Ez igazából egy kicsit az országnak a ízlését minősíti végre pozitív irányban. If you listen, this is the city from up there, and if them say it all. Ugyanúgy, mint a Fábián Juliék sikere. Tehát, hogy itt végre valami megmozdul, mint hogy ez az egész mai este, ez szerintem ez jó volt. Tehát, amikor először beléptek hozzátok, akkor mi volt rögtön, hogy észrevettétek önmagad? Hát az úgy volt, hogy a Volt Fesztiválon berúgtunk a Begivel, és akkor mondta, hogy figyelj Ádám, ezért csináljunk világsztár zenekart. És akkor mondtuk, hogy jó, hát a Delirium az ugye, az képes erre. Figyelj, igazából, tehát mi kint is nyernénk. Nyerni mennénk ki. Második albumunk jelent meg, mikor is? Tavaly ősszel. Úgyhogy ez már egy két albumos zenekar. Fonogramdíjat nyertünk, MTV European Music Award magyar nyertesei vagyunk, Anthropos.hu díjat nyertünk. Úgyhogy azért ez jelen van ez a produkció. Az egy kérdés, hogy a Bulvár média nem figyelt rá, a Bulvár kereskedelmi tévék nem figyeltek rá, hiszen ez a szavazóbázis az vélhetően nagy százalékban az MR2 szavazóbázisa. Ha ilyen jó helyre szavazzák a Compact Diskót, azt jelenti, hogy sokan vannak, azt jelenti, hogy sokan hallgatják a rádiót, azt jelenti, hogy jó a rádió. Művelt svédek azt mondják, hogy what's next, tehát most akkor mi lesz ezután? Hát most mindenképp egy, hát most ugye őrült média hadjárat lesz, videóklipet akarunk csinálni a dalhoz, dolgozni tovább a vizuálon, hát most akkor 3 hónap akkor a felkészülés lesz.